Magánterületen, magánszerződés alapján ki lett téve egy tábla, nem tudom megmondani, és megmondom őszintén, nem is néztem utána, hogy van-e építkezési engedély a táblának, vagy nincs a tartószerkezetnek. Viszont azt tudom, hogy az polgármesteri hivatalnak nincs jogköre a tábla tartalmát jóvá hagyni, vagy nem jóvá hagyni. Itt egy magán személy és egy reklámcég közötti szerződéses viszonyról van szó, illetve a reklámcég és a megrendelő között szerződés rendelkezik afelől, hogy milyen tartalmat tesznek fel a táblára. Viszont számtalan olyan példát tudunk felhozni, angol, francia, német vagy akármilyen nyelvű reklámpanók, amik a város különböző területein vannak, az úgy látszik, hogy az senkit nem zavar, de akkor, amikor egy magyar közösségnek célzottan információt átadó tábláról van szó, akkor valakinek a csőrét nagyon csípi, és elnézést kérek ezért a szóhasználatért. Milyen esélyt lát arra, hogy az alpolgármesteri rendelkezés ennek érvényszerezzenek, lévén, hogy a polgármester azt mondta, hogy nem. A kollégáimmal, a műszaki osztály vezetőjével, illetve a zöld területek fenntartó, karbantartó részleg vezetőjével a papírt, mert iktatási számot kapott, átvette, tudomásul vette, és aláírták, mert 30 nap áll rendelkezésekre, hogy végrehajtsák, és azután pedig a szabályzatunk lehetővé teszi, hogy és rendelkezik a felől, hogy milyen eljárást kell nekem elindítanom a végrehajtó, a végre nem hajtás miatt. Tehát fegyelmi eljárás lesz az ügyből. És a másik, hogy beszélgettünk a miniszter úrral, tehát az ő lehetőségeik is eléggé széles körűek és tágkörűek, mert bünténről van szó.